Száz esztendővel ezelőtt született Mészöly Miklós, a II. Világháború utáni magyar próza meghatározó képviselője. Szülővárosához, Szekszárdhoz mindig is hű maradt, írásaiban több esetben köszönnek vissza itteni élményei vagy helyszínei. Mészöly több generáció számára jelentett és jelent egyfajta irányt, és saját alkotásaikban igazodnak a mester által kijelölt úthoz. Szekszárd mindig is jól bánt azoknak emlékével, akik meghatározó személyiségei voltak, és ebben Mészöly különleges szerepet tölt be. Az idei esztendőt az író tiszteletére emlékévnek minősítette a város, és számos rendezvénnyel emlékezik majd meg róla, hangzott el azon a sajtótájékoztatón, mely az emlékév megnyitását jelentette. Szekszárd megyeigó város önkormányzata közvetlenül és a bizottságaink keresztül 13 millió forintot biztosít az emlékév méltó megünneplésére, és ez már az előkészületek a tavalyi évben elkezdődtek költségvetésből, és azt kell megemlítenem, hogy teljes konszenzus, teljes egyetértés alapján folytatódik az idei évben is, és hát természetesen a 2021-es költségvetésben is ennek lesz sora. Az a célunk, hogy méltóképpen az esemény rangjának megfelelő ünneplést tudjunk lebonyolítani. Az emlékév lezárásaként 2022-ben szobrot avat a város, az alkotói pályázat hamarosan napvilágot lát. Szolád Dávid irodalomtörténész, a Mészöly 100 emlékév koordinátora méltatta azt a különleges bátorságot, mely Mészöly Miklós írásait jellemezte. Hivatkoznak rá, számos alkalmat kihasználnak arra, hogy beszéljenek Mészőről, és elismerjék az ő jelentőségét az irodalomtörténetben, de ez talán olyan helyzetet eredményez, hogy Mészöly lesz az a szigorú, idős, nyugalmazott ezredes a 6. emeletről, akiről mindenki beszél, de közvetlenül bekopogni hozzá kevesen mernek. Mert annyira nagy a híre, olyan a híre, és nem biztos, hogy közvetlenül hozzá lehet fordulni, de lehet hozzá, tehát nagyon érdemes bekopogni és benyitni a Mészöly szobába. Kiderül, hogy nem egy szoba, hanem sok. És nagyon különbözően vannak berendezve. A Mészölynek az szerintem a legnagyobb érdekessége, hogy egészen különböző műfajokban és egészen különböző stílusokban alkotott remek műveket. Tehát az a típusú író volt, aki sosem nyugodott bele a már elért sikerbe, hanem újat próbált. Nem az az író, aki újabb és újabb bőröket húz le a már bevált recept alapján ugyanazt és ugyanazt, azokkal sincs semmi baj. Persze, ő mindig újított, zavarba hozva a kritikát, a fogadtatást. Az emlékév számos kötet, színházi és bábszínházi előadás létrejöttét eredményezi majd. A Mészöly centenárium bár ugye most január 19-en elindult, de pont a helyzettel való szembesüléssel azt gondoltuk, hogy tavasz végén előbb programokat nagyon nem fogunk tervezni, tehát áprilistól tervezzük az első érdemleges programot itt Szekszárdon. Ezt követően nagyon reméljük, hogy be tud úgy sűrűsödni, hogy és olyan sokrétű programot fogunk tudni nyújtani a többi intézmény, illetve városi cégnek a szervezésével karöltve, hogy a város lakókat is mindenféle módon meg fogja érinteni. Természetesen a hagyományos programjaink, a Mészöly Miklós emléknap, amit most a Mészöly Egyesületnek a kérésére és az önkormányzat ugye a helyzetet akceptálva támogatta ezt, május 19-ére került át. Maga a Magasiskola Író Akadémia, ami szokásosan júliusban van, szintén július időpontra került megrendezésre, de ezt kiegészítve rendkívül sok könyvbemutató, irodalmi séta, inkább itt azt lehetne talán mondani típusok szerint, hogy maga az új Mészöly tanyához például milyen programok kapcsolódnak, felolvasó estek, irodalmi séták, három új könyv fog megjelenni itt Szekszárdon Mészöly Miklóshoz illeszkedően az ő munkásságát bemutató, illetve kiállításnak a katalógus, ami majd novemberben várható színházi események, közte bábszínházi előadásokat is szeretnénk helyi résztvevőknek a közreműködésével,
Már csak azért is, mert ezt talán kevésbé tudják, de Mészöly Miklós az 50-es években a Bábszínházban dolgozott dramaturgként, tehát az ő életének egy, megint csak egy kiemelkedő időszaka volt. Én azt gondolom, hogy a tervezett programmal, illetve Szekszárd megyei jogú város önkormányzatának a finanszírozásának köszönhetően nagyon színvonalas programoknak nézünk elébe. Nagyon bízom benne, hogy ebből lehetőség szerint minél több meg is fog tudni valósulni. Két könyvet tervez kiadni, két olyan megkezdett folyamat betetőzéseként mondható ez a két könyv megjelenése, ami az elmúlt évek Mészöly hagyományának építésének szerves része volt. Az első kötet egy valamikori pályázatnak a kiadása, a Mészöly mesékből dramatizálta pályázatot hirdettünk meg, erre számos olyan dramatikailag földolgozott Mészöly mese variáció született, ami méltó arra, hogy kötetben jelenjen meg. Ezt a kötetet tervezzük kiadni. Ennek az igazi jelentőségét abban látjuk, és azt tervezzük, hogy eljutassuk olyan iskolákhoz, ahol működik az önképzőkör, ahol működnek színjátszókörök. Mészöly mesét akkor lehet tanulni, lehet rajta keresztül a színjátszáshoz ismerkedni a gyerekeknek, és ezt nagyon fontosnak gondoljuk. A másik kötet az a Mészöly hagyományhoz úgy kapcsolódik, hogy Szekszárdon most már a 8. évben tervezzük meg a Szekszárdi Magasiskola Íróakadémiát. Ez az Íróakadémia kezdeti nehézségek után egyre jelentősebbé kezd válni. Ugye nagyon szívmelengető szembesülni azzal, hogy azok a hallgatók, akik valamikor itt bátortanul kezdték az írói pályát, mára már szerzőkké váltak, több kötetes szerzőkké, jeles szerzőkké, tényleg hosszan se lehetne sorolni ezeket az alkotókat. Úgyhogy a kötet a két nagy társaságból állna össze, az összes olyan alkotó, író ember, aki a magas iskolában, mint oktató szerepelt, ők tőlük várunk szövegeket, illetve azoktól a hallgatóktól, akiket a szerkesztőség méltónak tekint arra, hogy bekerüljön, és itt tényleg már a bőség zavarával kell küzdenünk. A centenáriumra a Vosinszky Mór megyei múzeum rajzpályázatot hirdetett a megye általános iskolásai számára. A felhívásra 14 iskola 141 tanulója küldött be pályamunkát. Adorjáni Endre szobrászművész, a zsűri elnöke arról beszélt, a mese az erkölcsi nevelés része. Azért is tisztelet ezeknek a gyerekeknek, hogy ugye nagyon fogyasztói mentalitásban nőnek föl, és mégis képesek ők is teremteni. Nem fogyasztó, nem csak nézik a rajzfilmeket, nem csak hallgatják a meséket, vagy olvassák, hanem képesek a maguk érzelemvilágával és intellektusával reagálni ezekre, és szinte újból birtokba veszi a mesét, azzal, hogy azonosul a szereplővel, és most nem mondok nagyot, hogy tulajdonképpen az erkölcsi nevelés egyik hatékony módszere lehetne a mese feldolgozása, vizuális feldolgozása, mivel erkölcsi normákat tanít, élet megoldások, nagy feladatokban megoldások, a szeretet, a kölcsönös segítés, a tisztelet jegyében, és mert ugye mindig nyer a jó, nagyon nem bukik el a gonosz, hanem csak tanul belőle, tehát, és nagyon meg kell küzdeni az eredményért, aminek a eleinte még talán önbizalom hiányában indul neki a legkisebbik fiú, és mégis sikerül, és mindig vannak segítőtársai, és ez egy életmodell, és a gyerek mi máson nőjön föl a sok kondicionál, nem éppen pozitív kondicionálás közepette. A Mészöly centenárium nyitó programjának befejezéseként az író szülőházánál lévő emléktáblán helyezték el a tisztelet és megemlékezés koszorúit a városvezetői, a Mészöly életmű őrzésével foglalkozó civil és szakmai szervezetek képviselői.